Donna Moncrieffel közölték, hogy készüljön fel a férje temetésére. Rick kómában volt egy brutális esés következtében. Mindez 18 évvel ezelőtt történt. Rick ma is csodálatos felépülésének igaz történetét és mennyei utazását meséli. A Fran nevű hurikán 1996. szeptemberében csapott le a karolinaiakra. A vihar pusztítása miatt Rick Moncrief villanyszerelő feladata az volt, hogy megtisztítsa Észak-Karolinát a leszakadt vezetékektől. Egy tetőn próbálta kihúzni a villanyvezetéket egy leszakadt fa alól, amikor az elszakadt. Rick hátra zuhant és fejjel esett a betonkocsi felhajtóra. Mentőhelikopterrel szállították el. A feleségének, Donnának azt mondták, hogy készüljön fel a férje temetésére. Tele voltam félelemmel és aggodalommal. Minden forgatókönyv végigfutott az agyamon. Hogy fogom felnevelni a három lányunkat egyedül? Túl fiatal vagyok özvegynek. Ilyen gondolatok voltak a fejemben. Ricknek eltört jó pár bordája, komoly agyvérzése volt. Kómába esett 10 perccel azután, hogy a kórházba ért. Lélegeztetőgépre kapcsolták, meg mindenféle gépre kötötték. Én meg csak néztem őt. Sokkos állapotban voltam. Nem tudtam elhinni, hogy ő fekszik ott. Az orvosok azt mondták, hogy várnunk kell, és majd meglátjuk. Nem tudtak biztosat. Hittem az imában, és tudtam, hogy Jézus a gyógyító. A saját erőm akkor nem volt elég arra, hogy én magam imádkozzam. Voltak velem hívők és barátok, akik imádkoztak értem és Rickért, hogy túl tudjunk jutni ezen. Az imák folytatódtak, az ötödik napon Rick még mindig nem reagált, legalábbis úgy tűnt. Isten tróntermébe vitettem. Sokkal valóságosabb volt, mint bármi. Annyira valós volt, minden annyira fehér volt. Fehérebb a fehérnél. Arccal lefelé feküdtem az Úr előtt, és láttam a lábait, mint izzó rezet. Nem láttam az arcát, de megkérdezett, mit akarsz tenni? Folyamatosan hallottam, hogy kinek hiszel? Az Isten állítását hiszed, vagy az orvosokét? Ekkor azt feleltem, hogy élni akarok. Élni és hirdetni az Úr igéjét. Erre felállt, és tapsolt egyet, és azt mondta, hogy ennyi elég. Amikor azt mondta, hogy ennyi elég, azonnal kezdtem kijönni a kómából. Az orvosok azt mondták, Rick sosem épül fel teljesen, Rick és Donna azonban másként hitte. A doktornő azt mondta, hogy a legszerencsésebb ember vagyok a világon, mert kijöttem ebből a kómából, hogy egyáltalán helyreálltam egy kicsit. Legalább 60 hónap, ami 5 év, mire 40%-os leszek újra. Azt mondtam neki, nem hölgyem, nem tiszteletlenségből mondom, de nem fog ilyen sokáig tartani. Az Úr gyors munkát fog végezni. A rehabilitáció alatt Rick a Zsoltárokat olvasta a Bibliában. Ő és Donna együtt imádkoztak a barátaikkal és a családjukkal. Hittem a gyógyulásban. A barátaim is hittek a gyógyulásban. Hittünk abban, hogy a sebeiben meggyógyultunk. Napról napra javult az egészsége. Már 27 nap után 95%-osan felépült. Amikor visszamentem az elektromos művekhez 1997 elején, már teljes műszakban dolgoztam. Isten hűsége jut eszembe. A mi Istenünk meghallja a szívünk azonnali kiáltását, és meghallgatja. Ő hűséges. A két kórház remek orvosai mindent megtettek, amit csak tudtak, de ez az Atya szeretete volt, az ő kegyelme volt. Az ő könyörületessége miatt élek ma is 18 éve, amióta ez történt. Rick később nyugdíjba ment és pásztor lett. Nagyra tart minden időt, amit a feleségével és a családjával tölthet. Azt mondja, nem múlik el egy nap úgy, hogy ne adjon hálát Istennek a csodálatos gyógyulásáért. Minden nap egy hihetetlen nap. Minden nap van valamiért hálásnak lenni. Hálás vagyok, amiért jobban érzem ma magam, mint tegnap. Hálás vagyok ma azért, mert fel tudok állni. Hálás vagyok, mert nincs ma reggel erős fejfájásom. Hálás vagyok, mert tudok lélegezni gépek nélkül. Egész egyszerűen hálás vagyok Istennek mindenért,